Ezek a felkészülés pillanatai. Sok érdeklődőt vonzott az augusztus 1-i rendezvény. A mérlegelést követően megtörtént a csoportbeosztás, valamint elkezdődhetett a bemelegítés a színpad mögötti területen. Krisztin Csaba a 90 kg-osok között a Masters 1 kategóriában indult, ami a 40-45 évesek mezőnyét jelenti. A hetedik hely megszerzésére volt elegendő a 140 kg kinyomása. A gyakorlat érvényes. 185 kg. Rácz Tibor 111 kilóval mérlegelt, a Masters 2 kategóriában aranyérmet szerzett 180 kg-os teljesítményével. Valaki azt gondolja, hogy hát nem is olyan nagy ez a 180, de hát hozzátenném azt, hogy natúra. Tehát azért mindenféle segéd eszköz nélkül, és tényleg csak majdnem az otthoni kaján történt ez a nyomás. Hát így nehéz, nagyon nehéz így. És több hónapja, már lassan egy éve, hogy ugye natúran vagyok, és hát keményen kell edzeni ezért. Krisztin Csaba és Rácz Tibor közel 2 éve edzenek együtt. Hetente 4 alkalommal látogatják az edzőtermet, hozzávetőleg 2 órások a tréningek. Rendszeresen részt vesznek országos bajnokságokon. Terveik között szerepel a Pusztaszabolcson, Biatorbágyon, illetve a Gyulán megrendezendő versenyeken való részvétel. 2013-ban Egervárosa adott otthont a fekvenyomó világbajnokságnak, ahol szép sikereket értek el a félegyházi sportolók. A juniorok között Krizsán Mihály első helyezést ért el, a Mastersben Rácz Tibor második lett, Szabó Tamás pedig a harmadik helyen végzett. Félegyházán is csúcstartó vagyok. Úgy gondolom, hogy úgy, azzal a módszerrel, ahogy én kinyomom a súlyt, úgy még fél egy hálán senki nem nyomta ki. Jó, hát trükközni lehet persze, hát gumiruhában én is kinyomtam ugye a 240-et, ugye, de minden segítség nélkül a 220-at nyomtam ki Kiskun fél egy házán, és ezt még így, ahogy én nyomtam, minden segédeszköz nélkül mondom, ezt még nem nyomta ki senki se. Rácz Tibor hozzátette még azt is, bízik abban, hogy a fekvenyomás egyre elismertebb lesz hazánkban is, valamint szeretné, hogy minél több fiatal kedvet kapjon a sportág kipróbálásához.